A Pécsi Planetárium félgömb alakú égboltjára vetítettek a felfedezni való végtelen űr érdekességeiből. 50 perc alatt végigkísérték az űrkutatás történetét. Külföldi turisták, nyári vakációjukat töltő diákok érdeklődtek a csillagos égbolt iránt a Pécsi Planetáriumban. Én régóta szeretem a csillagászatot, igazából kiskorom óta nagyon érdekel az egész. Már többször voltunk itt, nem tudom egyet, amíg van olyan, amit nem néztünk meg ebben a planetáriumban előadás. A látogatók elkalandozhattak képek segítségével a félgömb alakú vetítővásznon a nemzetközi űrállomás belsejébe is. A programot Nagyváradi László csillagász előadása színesítette. Az emberek az égbolt látványára kíváncsiak, tehát a csillagképekre, a csillagok állására, a bolygók helyzetére, de vannak tematikus előadásaink is, mint az űrkutatás. Most azért is annyira érdekes ez, hiszen lesz magyar űrhajós, sőt Pécsi lesz az egyik, aki teljesítette ezt egy kollégánk az egyetemen, aki a feltételeknek megfelel, és úgy tűnik, hogy ő várhatóan 2 éven belül a világűrben magyar űrhajósként szerepel. Tehát ezekről is szó van, és az űrkutatás történetéről is. A planetárium, a csillagászat és az űrkutatás témája nagyon népszerű. Aki részt vesz ilyen programokon a Zsolnai negyedben található planetáriumban, az vetített animációk segítségével mérhetetlen távolságokra és időtávolságokra utazhat el.